Hölgyeim és uraim, hát ugye volt a próza, vers, zene, tánc, most a képző művészete. És hagyd mondjam azt, hogy azért ebben talán egy kicsit volt része a most megjelent Kerepes Város című könyvnek is, hiszen igyekeztünk a szerkesztő kollégámmal feltérképezni, hogy Kerepesen kik élnek, sportolók, képzőművészek, egyebek, énekesek, művészek, és hát így most már egy komolyabb listával rendelkezünk, és nagyon szeretnénk azt, ha a továbbiakban, a jövőben is az itt élő olyan mesterséget űző, vagy szakmával foglalkozó atyám, fia és lányai, akik erre érdemesek tartják, hogy a kapcsolat vegyük fel egymással, és több ilyen legyen, sok ilyen legyen, akár prózában, akár képzőművészetben, akár táncban és zenében, mert nagyon sok, hál' Istennek, sok olyan lakótársunk van, akire büszkék lehetünk, akik az ország különböző településein és különböző ágazataiban, színpadain, zenész szórakozó helyein és arénáiban, sportarénáiban érnek el komoly eredményeket, hát akkor hogyan lennénk erre büszkék, úgyhogy vegyük észre egymást, meg protezsáljuk is egymást, hogy valakinek van ilyen ismeretségi körében, akkor szóljon, mert vannak ugye, akik szégyenlősebbek. Kérem szépen, a mostani válogatásnak az első képe az Határ János alkotása, aki sajnos már nincs közöttünk, és ő ezt annak idején a Kerepesi Művelési Háznak adományozta ezt a képet, és az ő falra festett képet díszítette azt a falat, mielőtt a felújítását megnyertük uniós pályázaton, az épület felújítását, és azon a falon a restaurálást nem tudtuk elvégezni, de ez a kép, amit itt tetszenek látni, az oda fog majd kerülni, ez volt a falra festve, csak az átalakítás során ezt nem tudták már ilyen szépen kialakítani. Úgyhogy ő az, aki már nincs közöttünk, viszont ilyen művész ember volt ő is. A Fehérvári László fotoművész restaurátor esetleg mutatja magát, holja, ott van, igen. László, hol a fotóművész, az világos restaurátor, hol? Most mind dolgozik. Most éppenséggel pont ilyen. Látom, hogy elestem, de azon kívül grafikával foglalkozok. Ortobágy László, kerámikus fotóművész. Hozott kerámiát? Aztán milyen nyitott vannak a sorokban. Össze kell nézni. És te hoztam. Maja Tibor, ötvös restaurátor. Ebben a nehéz helyzetben most azért megfogta az Isten lábát, ugye? Vagy az Isten nyúlt le és emelte fel a hajánál fogva, már hullik, de azért megtalált. Ami tudnék, még marad. Tudnék, hogy munkát talált volt. Hát úgy néz ki, hogy a Nemzeti Múzeumban meglátjuk, hogy sikerül. Nemzeti Múzeum restaurátora lesz. Majd egy nehéz ügyület, mások kicsi pénzben erre. Egyébként az, aki a régi címerünket megmintázta, ott lehet majd látni a város kulcsot, illetve a város volt címerét, és polgármester láncát ő készítette el, és a legújabban pedig a kitüntetésre szánt érmeinket is ő készítette és készíti el. Székely Tibor úr, ő nincs jelen? Nincs. Székely Tibort ismerik, ha másodon nem, husszár ruhába jár el örök, és a Hősök terén köszönti a győztes lovasokat. Ő is egy régi lakója Kerepesnek, és sokrétű festőművész is, és ott vannak az ő képei, azon a részletet meg majd látni. Mokos Katalin, technikai festőművész. Egyébként Katalin mivel foglalkozik? Egyébként könyvvizsgálattal. A textileket ezt tulajdonképpen általában felkérésre csinálom. Most egy nagy nemzetközi kiállításra kértek egy munkát, úgyhogy úgy lesz, hogy Belgiumba, Svájcba, illetve Birminghambe fogják végig utaztatni. Gratulálunk! Pékó Mária festőművész. Tessék, azért a tessék! Nem van szerényel! Unokával együtt rölek! Nyelje le Mária, pont rosszkor! Nem én eszem, ő eszik, csak tartom meg. Ráfogja a gyerekre, az könyv. Olyan éhes, hogy kettesében veszik. És Mária, mi jót hozott nekünk? Melyik az öröket? Három akvarel és egy olajat hoztam. És én úgy tudom, hogy volt egy kiállításom néhány évvel ezelőtt, akkor díjat is kezdett nyerni. Igen.
És azért a polgármesteri szobában is a templomunknak a képét, mint naív festmény, az irodámba helyeztük el, úgyhogy megvan az örökké valóság. Nem naív. Elnézést. Akkor tessék kiegészíteni. Helyre tenni engem. Hát a naív azért kicsit már, én nem vagyok szakértő, majd megkérdez egy szakértőt. Más a naív, és más a kihobbics. Tehát hobbi szinten? Hát hobbi festő vagyok, igen. Tehát mi volt, amikor jött rá hozzá? Mindig is tudtam. Gyurcsár Zsolt úr. Mandula gyulladás. Ő az, aki viszont mozaikból, üvegmozaikból elkészítette a munkáim. A címerőket, és itt vannak a munkáim, és meg lehetnek látni a címerőket. Szívességet ellen néhány éve töltött és oktat is, és sok kiválás. Pályai Györgyi, Obrecht készítő, a rajta. Hát ez már régen ismerünk, gondolom. Szívességet. Margitka, mikor jöttél rá, hogy te ilyeneket csinálsz, mert hát, amikor gyerek voltam, akkor nem messze laktam, és azt nem látom, hogy ilyet csinálok volna. Anyukám csinálta, és meg nyugdíjba mentem, és elkezdtem csinálni, rokkan nyugdíjba, és valamit kellett csinálni. És mondjuk a munkácsi Rőzse Horda azt mondja, az hány öltésből áll, mondjuk én igaz. Sok. Nem számoltam. Majd itt mennyi ide csinálsz? Azt két hónapig, vagy háromig. Minden nap, ahogy ráérek. Amit most csinálok, már három évet csinálom a honfoglalást, magyarok bejövetelét. Az 1 méter 10 centi és 55 hosszú, széles. Magyarok bejövetel a körképről? Igen, a fest. Hát majd elkészül. Most már felénél túl vagyok. Talán idén végzek vele. Hajrá, köszönjük szépen, gratulálunk! Lovászi Gabi. Sajnos dolgozik, nem ez műves. De szerintem nem nevezművesként dolgozik, mert akkor elengedték volna kiállítására. Biztos, hogy is egy sokkal prózaibb szakmát űzhet. Itt tetszenek látni, egy különös mesterség egyébként már lesz készítés, egy különös mesterség. Hát reméljük legközelebb megismerjük őt is. Konda Szilvia, festőművész. Szilvia, ott van. Mondja, hogy Szilvia dolgozik, most vagy gyereke nincs. Hát, igen, gyereke vagyok, de gyerekportrékat kezdtem elkészíteni. Gyerekportrékat? Saját kezdted? Hát az még nincs megörökítve, de így megrendelések vannak most. Akkor mindenkitől azt kérem, hogy fogyasszon, nézelődjön, beszélgessünk, érezzék jól magukat a magyar kultúra alapján. Áldozunk a kultúrának, úgy sincs sok időnk rá. Most legalább.